Jó napot kívánok, sziasztok, hölgyeim és uraim, barátaink! Ez itt a Veresegy Színháznak a vasárnap helyett, kedd helyett péntek esti élő stream műsora, a Karant Mi. Ez egy online beszélgetős, kis beszélgetés, ahol mindig választunk valakit a társulat egyik tagját, akivel egy kicsit elbeszélgetünk, illetve hát van, ez egy információs oldal is egyben, egy információs kis műsor, ahol azért néhány dolgot elmondok önöknek a karantén, azt sem tudom, hanyadik napján, hatodik hetében. Egyrészt azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy nektek is olyan, hogy nem lehet párhuzamos a szemöldökkel a szemüveg. Nézzétek csak, tehát hogy az biztos, hogy valamelyik oldal feljebb van. Na most az enyém, ez a bal oldal. Hogy akit ez zavar, az ne nézzen, hogy adjatok tanácsot, mit lehetne csinálni. No, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy most már csak 6 nap van, április 30-áig, amíg a bérlethányadokat és a jegyeket, azokat a jegyeket, amelyeket hát ugye nem tudtatok felhasználni, hiszen elmaradtak az előadások, azokat vissza lehet váltani. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy használja ki ezt az időt, 6 nap van már csak rá, április 30-áig, és a legegyszerűbb az, hogyha a weboldalunkon megkeresitek a legutóbbi 2-3 cikket, és ott mindent megtaláltuk, hogy pontosan mit kell csinálni. Akinek jegye van, az is, hogy mit csináljon, arra is van egy külön poszt, illetve van a bérlethányad visszaváltás, ott is van egy űrlap, amit ki kellene tölteni, és akkor lehet nyilatkozni, hogy mit szeretnétek a bérlethányadotokkal, visszakéritek egy bankszámlára, vagy esetleg, hogyha úgy döntötök, akkor nem kéritek vissza, és ezzel támogatjátok a színházat. Ugye azt elmondtuk, hogy ezek az összegek, amelyeket itt hagytok nálunk, vagy amelyeket felajánlotok nekünk, azok maradéktalanul a reményhal számlánkra fognak menni. Áttesszük oda őket, és a színészeink, akik tulajdonképpen mindenki jelenleg munkanélkül van, hiszen nekik most szép, nem szép, vagy dönts el ki, hogy hangzik ez, de meg van tiltva az, hogy ők dolgozzanak, és abból megéljenek, amihez értenek. Megélhetésük van tulajdonképpen megakadályozva azzal, hogy nem lehetnek színházi előadások. Akinek a budapesti belvárosi színházban játszott 5 előadásunk valamelyikére van jegy, ő is ugyanezen a nem a bérlethányad visszaváltós poszt alatt, vagy bejegyzés alatt, hanem a másik, tehát a színházi jegy visszaváltós bejegyzés alatt találja meg a lehetőséget. Az a lényeg, hogy ki kell választani az előadó helyet, ott a belvárosi színházat kell kiválasztani, illetve akinek a győri Vaskakasban van elnézést, jegye, vagy volt jegye, ott pedig a Veresegy színházat kell kiválasztani. Tehát a budapesti belvárosi színházban játszott Veresegy színházi előadásokra a belvárosi színházat, a győri Vaskakas esetében pedig a Veresegy Színházat kell kiválasztani, mint előadóhelyt, a játszó előadóhely. Akinek pedig Veresegyházon bármelyik előadásunkra volt jegye, szintén értelemszerűen a Veresegy Színházat kell kiválasztani. No, azt is hadd mondjam el, hogy most már második hete jelentkezünk ezzel a műsorral, és mi a Hangouts-ot használjuk, szerintem ezt látjátok is. Ez nem a legjobb platform, de elég sok időt telt el azzal, hogy kitaláljuk, hogy melyik a legjobb platform. Akinek esetleg van jobb ötlete, hogy melyiket használjuk, esetleg tud abba segíteni, hogy ezt mi megtanuljuk, mert ez nem volt egyszerű, vagy én megtanuljam, nem volt egyszerű, segítsen, mert nem a legjobb minőséget szolgáltatja ez a rendszer. De hát egyelőre ez van, nekünk ugyan ez a broadcast szolgáltatás, ez nem a fő profilunk, úgyhogy kérem, ezt nézzétek rá nekünk. De most ennyit így a bevezetőként, sokkal jobb hír az, hogy itt van velünk Molnár Gyöngyi. Szia Gyöngyi! Szia Alex! Szia De veled is küzdöttünk, talán látják a nézőink, hogy van ott egy
itt alól valahol látják, hogy van egy ilyen, hogy Manicam. Hát konkrétan veled az volt a probléma, hogy megvolt így a videó összekötetés, ugye két napja mi ezen dolgozunk, hogy meglegyen az a videó összekötetés, de te két napja túltágastálsz, tehát olyan volt a videóképed, hogy fejjel lefelé voltál. Én javasoltam, hogy akkor legyen így, úgyis túltágastál a világ, de te azt mondtad, hogy nem, akkor is ki kell találni valamit, aztán ugye ez sikerült. Itt lehet, hogy ezért is késik egy kicsit a képed, mert még ez a menikem is közben van ebben az adásban, úgyhogy ezért elnézést kérünk, de mindennél fontosabb, hogy itt vagy velünk. Gyöngyi, hogy vagy? Eddig túltágastáltam, most meg be vagyok lassulva, és így folyok, akadozva. Na, hát köszönöm kérdést, én jól vagyok. Éljük a viszonylag... Hát egyhangú, de bár azért törekszünk rá, hogy feldobjuk a napjainkat, és ne legyen minden áldott nap ugyanolyan, és hát most már, ahogy te is mondtad, 6 hete, hogy mi is itthon vagyunk karanténban, minimálisan mozdulunk, kihagyjuk el a kis... Hogy ki hogy éli meg. Tehát az, nyilván van, akinek kertesen, nekünk például kertesházunk van, de talán nem megyek nagyon a privát szférába, hogyha azt mondom, hogy nektek viszont egy viszonylag kisebb lakásotok van Budapest belvárosában, és hát ilyenkor mik a technikák? Ti mit csináltok? Tulajdonképpen... Igen, itt lakunk a belvárosi dzsungelben, mondhatni, bár elég közel van a Dunapart, és az nekünk egy, mondhatni, egy fix programunk, hogy kertek alatt minimálisan találkozva más kóborló emberekkel leszoktunk menni oda sétálni, ott ráadásul ugye szellős is, szélesek a járdák, a korzó, és akkor a Dunapartra azért ki szoktunk merészkedni, hát azért egy egészségügyi séta. Azt gondolom, mindenképpen kell, főleg, hogy nekünk nincsen kert. Mi nagyon hullámzóan éljük meg, de alapvetően optimistán, azt gondolom. Tehát vannak nyilván mélypontok, meg sokszor beszélünk róla, hogy olyan, mintha nem is velünk történne. Tehát, hogy néha az ember föleszmél, hogy várj, miben vagyok benne, miben élek? Aha, ez most történik velünk. De néha tényleg az az érzés az ember, hogy ez egy rémálom, amiből fel kellene ébredni. De mi törekszünk arra, hogy mond, amiről beszéltem, hogy színesítsük ezeket ugyanarra a metódusra fölépülő napokat. Én például nem titok, elkezdtem a karantén ideje alatt a napi rendszerességű testedzést, de nem csak ilyen lájtosan, éppen, hogy valamit megmozgatva, hanem úgy keményen. Ez mit jelent? Ez mit jelent? Kérlek szépen, ez azt jelenti, hogy saját testsúlyos és súlyzós edzést csinálok itthon. Van egy nem túl nagy, de egy viszonylag tényleg használható súlyzókészletünk. Meg nagyon sok olyan gyakorlatnak utána néztünk, amit én is el tudok végezni saját testsúllyal, meg súlyzókkal, és akkor minden nap egy-másfél óra tulajdonképpen ez. Ez igen. És ez ilyen TRX, tehát ilyen gurtnikkal nem. Izmoztok, vagy hogy? Saját testsúlyat, fekvőtámasz, igen. Például fekvőtámasz, van gumiszalag, akkor... több kilós súlyzók, 2-3-9 kilós súlyzók, de egyébként nagyszerűen lehet edzeni 2 zsugor ásványvízzel is, ami tudod, füle van. Igen. És hát úgy, meg hasizom, meg farizom, meg combizom, vál, biceps, triceps, vádli. Ezeket mind lehet csinálni egyébként saját testsúllyal is, csak mivel én egy cinger csaj vagyok, és feltett szándékom, hogy felszedjek magamra egy pár kilót, nem az ünnepek alatt, pár kilót felszedni, így ezt csak úgy érhetem el, hogyha
ha súlyokat emelgetek, mert hát nyilván izmot szeretnék magamra pakolni, nem pedig mondjam, tehát egy minőségi hízást szeretnék, hogy erős is legyek, meg csinos, meg ne legyek ennyire vékony. Egy kicsit bulvárosak leszünk, de hát neked ugye van egy személyi edződ is. Hát igen. Ez az én formám. Igen. De aki kéznél van, aki kéznél van folyamatosan. Ő kéznél van folyamatosan. Igen. Amennyit el lehet mondani, én ezt nem tudom, hogy mennyiben, tehát hogy mondjam, a nyilvánosság előtt ti ezt mennyiben vállaltátok fel egymás, vagy hogy, hol tart ez a dolog, úgyhogy amennyit el lehet mondani, mondjál róla. Figyelj, teljesen nyílt, vagy minek mondják, ez legális, és felvállalt a kapcsolatunk, most már jó sok éve, hát közelítünk a 6. évtől. Hát igen. És ő pár évvel ezelőtt, azt hiszem 2016-ban, 7-ben, súgógépre nézek, mikor? 16-17. 2017-ben elvégezte a Fitness Akadémiát, úgyhogy tulajdonképpen neki van ilyen irányú szakképesítése. Elég sok mindent tudja az emberi testről, a szervezetről, izmokról, táplálkozásról, úgyhogy ő az én segítő jobbom és személyi edzőm. Jó, hogyha meg akar mutatkozni, nyugodtan mutassuk meg őt egyébként, mert lehet, hogy sokan nem tudják a nézőink között, de nagyon sokan rá fognak ismerni. Úgyhogy nyugodtan, Tibi. Ezerkózott? Jó, hát akkor is elmondjuk, hogy ki ő. Hát ő, és akkor mondd el te. Igen, szólítsuk nevén, Pásztor Tibor, akit ugye már láthattak a nézők Veresegyházon, a Veresegy Színházban a Finito című előadás, Szomszéd Misie. Ja, a Szomszéd Misi, illetve egyébként a Csongor és Tünde előadásunkban, ő Csongor, ez a mi beavató színházi előadásunk, amiből reméljük, hogy majd fogunk játszani még jó sokat, vagy előre decemberben játszottunk, mert azt hiszem, hogy 4-et iskolákban, itt Veresen, általános iskolában és a gimnáziumban, a katolikus gimnáziumban. Úgyhogy, tehát akkor jó kezekben vagy, ezt így el lehet mondani. Hát figyelj, én szerencsés vagyok, igen, mert azt gondolom, hogy egyébként karantén ideje alatt igazán megmutatkozik egy párkapcsolatnak a miben léte. Nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, mondjuk ti azért régebb óta vagytok együtt Enikővel, de tulajdonképpen, hogyha úgy egy igazi társra találtál, így a karantén előtt, de jó, most már ez egy új időszámítás, karantén előtt, karantén után. Igen. Na, szóval, hogyha valaki arra rátalál az igazi társára, akkor én azt gondolom, vele nem kihívás, se nem büntetés a nap 24 óráját most ténylegesen összezárva tölteni. Tehát mi nagyon üdítő társaság vagyunk egymás számára, és nagyon, hogy mondjam, nagyon jókat tudunk beszélgetni még mindig ennyi év után. Ennyi, hát igen, ennyi év után is. Úgyhogy jó társaság. Igen, hát már múltkor elmondtam, hogy most jó annak, aki szereti a feleségét, viszont milyen rossz a szeretőknek, ugye? Egyébként azon gondolkoztam a napokban, hogy azért is mertem egyébként behozni ezt a, hogy mondjam, autobiografikus vonalat, mert ti meg mi vagyunk a társulatban azok, akiknek a párja is játszik a színházban, vagy tagja a színháznak. Ugye még a Vereves mind a Pindrok Csaba vonal volt ott, de hát a Csaba már egy ideje ide nem játszik nálunk, de még játszhat. És csak meg tudom erősíteni, hogy nekünk például az a nagy mázlink, talán ezt még el lehet mondani a magánéletünkből, a miénkből, az Enikővel, hogy mi mióta ismerjük egymást, gyakorlatilag 0-24-ben együtt vagyunk. Ez egy elég érdekesen így alakult az életünk, úgyhogy ez számunkra az égvilágon semmiféle újdonságot nem okozott, és nem éltük meg traumaként, hogy egymást kell nézni egész nap.
Bizonyára egyébként nagyon sokan máshogy vannak ezzel, hiszen a mai modell szerint azért néhány óránál többet nem nagyon töltenek egymással a párok, úgyhogy hirtelen egymás nyakába zúdulni, az biztos, hogy nagy kihívás, és tényleg megterhelheti akár a párkapcsolatokat. Ti társas játékoztok is. Élünk, az ráadásul egy légtér az egész lakás. Tehát még csak az sincs, hogy fogod magad, magadra csukod az egyik szoba ajtaját, és félrevonultál, hogy egyedül legyél. Tehát mi itt nem tudunk félrevonulni, úgyhogy nincs más megoldás, szeretni kell egymást nagyon, és akkor egész élhető a karantén. Na, Gyöngyi, te vagy az a társulatban, akire tényleg nyugodtan azt lehet mondani, hogy egy ilyen többlövetű színésznő, vagy színész, ami ugye azt akarja, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a nyugaton, vagy Amerikában, vagy Broadway-n, vagy a West End-en az igazi színész, az nagyon jó színész, jól táncol és jól énekel. Ez Magyarországon nem feltétlenül van így, hogy mind három adottság egyszerre van jelen egy színészben, és ezzel nem bántani akarom a magyar színészeket, egyszerűen más a képzés. De amikor azt mondtam, hogy ilyen többlövetű vagy, akkor ezzel arra akartam célozni, hogy hát mind három adottsággal rendelkezel. Ez hogy alakult így? Köszönöm, hogy beleöszök, jól esik, hogy ezt gondolod. Hát figyelj, nekem most a muzikalitás, meg a táncolás, abban biztos van egy jó adag öröklött valami, tehát hogy egyszerűen van hozzá, én is érzem, hogy van hozzá érzékem. Másrészt azért én gyerekkorom óta jártam különböző ilyen a művészi tornától elkezdve, és akkor a magyar néptánc, kortárs tánc, társas tánc, mindenféle tanfolyamon és képzésen, én nagyon sokféle tánc típusban magamat kipróbáltam, meg jártam tényleg hosszú évekig. Úgyhogy biztos, hogy ez is benne van. Éneklés, hát amikor felvettek engem a Színművészeti Egyetemre, ugye már akkor operett musical szakra vettek föl, tehát nyilván már akkor is volt bennem valami, amire felfigyeltek ott a tanárok, aztán ott 4 év alatt nyilván napi szinten ugyancsak hangképzésen vettem részt, énekórákon. Ezek azok a dolgok egyébként, ami kell hozzá egy hajlam, egy készség, egy adottság, egy tehetség, ami öröklött, vagy egyszerűen génekben van. Meg hát emellé társul az is, hogy azért ezeket karban kell tartani. Nyilván az éneklés is olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni, de azért a hang is egy izom, úgyhogy azt is lehet fejleszteni, el vele foglalkozni, törődni. És el tud fáradni. Akkor egy-egy... Ajaj, persze, bizony. Úgyhogy nyilván, amikor mondjuk van egy-egy zenés darab, egy zenés próba folyamat, akkor azért nyilván én is többet foglalkozom a hangommal, meg sokkal jobban vigyázok rá. Tudom, hogy mik azok, amik nálam rossz hatással vannak az énekhangra, akkor azokat kerülöm, nem iszom egyáltalán hideget, se szénsavasat, többet alszom, mert a pihenés az eszméletlenül jót tud tenni neki. Úgyhogy akkor tudatosabb vagyok ezzel kapcsolatban. De hát én is csak, hogy mondjam, remélni merem, hogy sok oldalú vagyok, meg szeretnék is nem belekerülni egy skatujába. Azt gondolom, az egy rémálom lenne így színészként, hogyha egy valamit tudnék megmutatni. Hát nem egy valamit tudsz megmutatni, mert ahogy ide kerültél, és mi erre vissza, vagy erre kitérünk, egyből az első évben három vagy négy darabba kerültél bele, első másfél évben, és minden négy szerep, ez a négy szerep, ez egymásra teljesen különböző figura volt, és hát ez nagyon nagy dolog egy színésztől, azt gondolom,
hogy hát az én eszményem ez, amikor valaki nagyon sokféle tud lenni, mind a mellett, hogy megtartja a személyiségét természetesen. No, hát ez egyébként ez a műsor, ez nem egy profi ilyen beszélgetős műsor, én sem vagyok profi újságíró, úgyhogy ezt majd a néző elnézi nekem, tehát ne számítsanak Weiszer Alindára az én kérdéseimben. Az Enikőt meg is kérdeztem, mit kérdezek a Gyöngyitől szerinted, hogy neki. És azt mondta, hogy kérdezd meg, hogy mesélj el, hogy került ide a Veresegy Színházhoz. Úgyhogy tessék! Hát, történt egyszer egy szép napon, és elhívott Vegyiges Ándor, alias Alex, hogy volna a számomra egy munka, vagy hát, hogy egy felkérés. Én úgy emlékszem, szólják közben, hogyha az időtávlatából már megmásolnak, vagy megszépítem itt a dolgokat, de hogy ti láttatok engem Enikővel két előadásban, és tulajdonképpen annak a két előadásnak, illetve az abban nyújtott alakításomnak köszönhetem, ha fogalmazhatok így, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, vagy hogy így észrevettetek, felfigyeltetek rám, és akkor leültünk utána, emlékszem, talán a Madách Színháznak a művészbüféjében bejöttél. Igen, ott volt. Igen, és úgy meglepődtem, mi még akkor, azt hiszem akkor még csak egyszer-kétszer találkoztunk előtte személyesen, és úgy megdöbbentem, hogy Alexet mindenki ismeri. Bementünk a Madách Színházba, és alig tudtunk beszélgetni, mert mindenki, hello, szia, szevasz, hogy vagy? Nem emlékszel? Hát ne viccelj, én ott voltam a Musical Primadonna 10 évvel ezelőtt, én a Jézus Krisztus szupersztárban, én voltam az egyik Pilátus. Jaj, most azt hiszem, hogy én ezt nem tudom, csak akartalak reklámozni ilyen. Jó, tessék, majd nyugodtan jöhet. Na, szóval is akkor jött az a lehetőség, hogy a Játék a kastélyban bekerülhettem, mint Balog Anni művésznő szerepében, ami, hú, hát én emlékszem, utána nagyon nagy napokig madarat lehetett velem fogadni, mert szerintem ez az a szerep, amiért színésznők százai ölni lennének képesek. Végtelenül, hogy mondjam, nagyon-nagyon jó azt játszani, nagyon felemelő, és Molnár Ferenc minden darabja egy könyvszem. Főleg ez a szerep, tehát nincs is más nő benne, ó, ne konkurencia, minden férfi engem akar, hát halál jó volt. És nem is akármilyen férfiak, azért tegyük hozzá. Jaj, ne is mond, szívem csücskei, ők is úgy hiányoznak. Igen. Kirtling Pista, Kerekes Pubi, Puszta Szeri Kornél, aki most már azóta újra a férjem, vagy hát most a férjem. Finitóva Dósa Matyi, Janik Laci és Jeges Krisztián voltak még az előadás részesei. Igen, teljes, így van, így van. Igen. Hát így kerültem a Veresegy Színházba, és akkor utána így szépen letelepültem. Tanyát vertem ott. Igen, és utána egyből a következő szereped is szintén egy ilyen szerep bevétel volt. Azért mondom, hogy nem beugrás, meg átvétel, mert a fene se tudja, hogy van ez. Szerep bevétel volt, pedig az Agatha Christie egérfogója. És akkor utána csoportterápia, ugye? Így van, utána hogyan nevezzelek? Hogyan nevezzelek, és finito. Tehát ez most már 5 darab, 5. darab, de 4-et mondtam az előbb, akkor rosszul tudtam. És 5 különböző szerep. Úgyhogy mindenkitől megkérdezem, hogy melyiket szereti a legjobban, úgyhogy te se úszod meg ezt a kérdést, melyik szerepet szereted a legjobban, és miért. Nyugodtan azt is mondd el, hogy melyiket nem szereted. Könnyebb kérdés, mert nincs olyan. Veresegyházon nincs, nem szeretem szerep, csak szeretem szerepek vannak. Úgyhogy
Abszurd, amit kérdezel. Na jó, akkor most közbe kell szóljak, bocsánatot kérek, mert egyébként tulajdonképpen minden eddigi, ugye a Pál Tomi volt, a Linda volt, Verebes Linda, Mihályfi Balázs, és mindenki fényezett, mert nem engem, hanem a helyzetet, meg a színházat, meg mindenki tök jól nyilatkozott róla. Mindig ilyenkor viccesen megérzem, mernétek rosszul nyilatkozni, de tényleg magatoktól. Ezt csak azért mondom, mert nincs ilyen megbeszél, hogy nem szabad rosszat mondani a színházról, meg nem szabad rosszat mondani rólam, vagy nyugodtan mindenki azt mond, amit akar, úgyhogy higgyétek el, már most a nézőknek mondom, hogy tényleg amiket mondanak a kollégák, azt hát remélhetőleg úgy is gondolják. De fura, az azért fura lenne, hogyha bárki azt gondolna, hogy emögött egy hosszas cselszövés van, és hogy megdumáljuk. De nem csak azért, mert mindig tényleg olyan jókat mondtok, ami kicsit már zavarba ejtő néha. Alex, akkor kezdjetek el valamit szarul csinálni, és akkor majd érnek benneteket a negatív hullámok is. Na jó, visszatérve a kérdéshez, visszatérve az eredeti kérdéshez, azért van valamelyik, amelyiket jobban szereted, mint a többit? Vagy hogy melyiket miért akkor? Jó, ez így sokkal jobb, könnyebb, hogy melyiket miért, mert pont ez a lényege az egésznek, amit mondtál, hogy öt teljesen különböző szerepet játszhatok. Na most, hogyha most öt egyforma szerepről beszélnénk, akkor valószínűleg tudnék válaszolni, melyik az öt egyforma közül a számomra kedvesebb. De pont ezt imádom, és ezért kedves számomra mind az öt, mert hogy annyira más, és hogy annyira örülök, hogy ti megláttátok azt bennem, vagy legalábbis adtatok lehetőséget, hogy így én ennyiféle karakter bőrébe bújhassak, és ez annyira hálás feladat egy színész számára, hogy nincs beskatujázva, úgyhogy nyilván, amikor beszélünk arról, hogy kedvenc szerep, itt van velem szemben, itt brumog, szóval nehéz nem egyből a Jettire gondolni, mert hát azért díjat kaptam, és azért az embernek az egy kedves a számára, mert ez egy visszajelzés volt a nézők részéről, hogy szeretik Jettit. És azáltal, hogy én engem díjaztak egy ilyen veresmedve díjjal, egy picit úgy a szívem csücske lett a Jetti, hogy így ennyire konkrét visszajelzést kaptam, hogy tetszett nekik. Az Agatha Christie-ben szeretem ezt a furcsa nő vagy férfi határon mozgó, ezt a fiús kinézetű, titokzatos, gyanús alakot, annyira jó krimit játszani. Megmondom őszintén, ez az első krimi, amit játszom, ami Agatha Christie, és eszméletlen izgalmas volt kipróbálni magam ebben. Nagyon-nagyon szeretem azt is. A jelmezeimet, azokat imádom. De nem csak ebbe az összesben. Akkor hogyan nevezzelek, ott hát az meg annyira zseniálisan van megírva, és annyira sziporkázó, nagyon szeretem a nyelvezetét, ezt a francia humort, a franciáknál annyira az a bevett szokás, hát ami Magyarországon a magyar emberektől azért elég idegen, hogy ők azért mindig csípnek, egy francia humor az mindig oda csíp, egy picit oda mar, mint egy skorpió, vagy nem tudom, így kóstolgatjuk, de mégis van egy, és akkor átcsap, és akkor egyszer csak tétje lesz, akkor már vérre megy, meg már őrre megy, meg akkor már sebek szakadnak föl. Én azt az izgalmát szeretem, hogy felülteti a nézőt és a színészt egyúttal. A 7 óra 7 perckor egy hullámvasútra elindul, és aztán pömpölyög leföl, és nagyon, nagyon színes, és nagyon végtelenül szórakoztató. Én ugye nem vagyok az első felvonás alatt, csak a legvégén, első felvonás végén jelenek meg. Hát én olyan jókat rögtögök még mindig így egy évvel a bemutató után a takarásban, mert egyszerűen sem remek, szintén remek kollégák, úgyhogy csak szuperlatívuszokban tudok. És hát akkor ott van a friss gyöngyszem,
A legújabb bemutató, a Finito, hát az, az a másik, tehát jó a cast. Visszanéztem pont a minap a fotókat, szóval azért van egy feje a csapatnak. Na, szóval még ilyen falusi környezetben, ilyen lepusztult csajszit sem játszhattam soha null sminkbe, vagy hát a sminkem az tevődik egy árnyékolásból, mély karikákból. Nagyon szeretem. Amennyire az elején küzdöttem ezzel a verses nyelvezettel, hogy azt hogyan lehet természetesnek ható módon mondani, annyira szervült, hogy szemem se rebben, tehát megél, megállja a helyét. Mindegy szeretem, ez van. Ha már említetted a Finitót, akkor azt mondjuk el, hogy lehet, hogy elkiabálom, meg ki tudja. Szóval itt azért mi elég sok pályázatot beadtunk az utóbbi időszakban, és például volt egy pályázat, amit tévéjáték, tehát már meglévő színházi előadásból tévéjáték készítését célozza, és mi a Finitóra beadtuk a pályázatot, és az a kitalációs, az a cél, hogyha nyerünk ezen a pályázaton, és összegyűjtenünk a forrásokat, mondjuk a pályázaton keresztül, akkor mi ezt Veresegyházon fogjuk leforgatni. Még nem kerestünk helyszínt, de vagy Erdőkertesen, nem tudom, itt valahol a környéken találunk egy olyan falusi portát, ahova be tud szabadulni egy tévést, vagy egy filmes stáb egy hétre, és ebből csinálunk egy igazi tévéjátékot, úgy, ahogy kell, a jogokat már elintéztük, az élő szerző már adta a jogokat, és mindenki nagyon lelkes. Sőt, azok a kollégák, akik nincsenek benne, azok is mondták, hogy ők nagyon szívesen jönnek statisztálni, tehát falusi tömeget játszani majd. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi az eredmény. Elvileg 30-áig kell meghozni a döntést. Ez egy nagyon jó helyzet lenne. Azért is egyébként sokadik szempont, bár nem sokadik szempont, most nincs ilyen, hogy sokadik szempont, hogy ti kollégák tudjatok pénzt keresni, hiszen most tényleg, ugye, amit mondtam az elején, ennek a lehetősége igen csekély, a nullához kvadrál. No, Gyöngyi, hát köszönöm, hogy itt voltál velünk. Azt mondjuk még el a nézőknek, hogy holnap lenne egy bemutatónk, ami nem lesz most. Ez a Black Comedy, amivel szintén játszol majd, játszottál volna, elkezdtük a próbákat. És hát igen, bizony. És most az az elképzelés, hogyha a Jóisten is úgy akarja, meg hát ki tudja, hogy kim múlik ez, hogy mi ezt a nyár folyamán be fogjuk próbálni, de nem a nyár végén vagy szeptemberben mutatjuk be, hanem majd december elején, december 10-e körül, mert közben lesz egy másik előadás, egy másik darab, amit szeretnénk bemutatni október végén, mint ez az Acélmagnóliák, és a jó hír, hogy mind a kettőben remélhetőleg találkozunk veled. Ki tudja, mit hoz a jövő, hova alakulnak a dolgok, de most a mostani helyzet ez, hogy ez így lesz. Jól van, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, remélem te is jól érezted magad. Köszönöm, nagyon jól éreztem magam. Jó, egy kicsit legalább, amíg bekészültem ide a kis házi stúdióval, addig is legalább úgy éreztem, hogy mintha fellépés lenne, vagy nem tudom, ami már egy jó ideje nincs, úgyhogy... Ezt mondjuk-e? Való világ létezem. Igen, ezt mondjuk el, hogy mi szoktuk egymást hívogatni telefonon egészen sokszor, meg van egy közös csoportunk, egy Facebook csoportunk, szoktunk esténként videó csetelni, és van, amikor 8-an is ott vagyunk, és nem férünk fel a képernyőre, vagy a telefon képernyőjére. Ez
ezek jó dolgok, de megmondom őszintén, már arra vágyom, hogy igazi, valós beszélgetések tudjanak lenni, mert az a fura egyébként, hogy tök jó ez a virtuális világnak, hogy igazából már nincsenek áthidalhatatlan távolságok, köszönhetően tényleg az internetnek, meg a technikának, de azért valljuk be őszintén, mégiscsak van köztünk egy szerintem áthidalhatatlan, tehát minek mondják ezt? Itt egyszerűen a társas érintkezés, meg a személyes találkozás, tehát hogy ez sose fogja tudni szerintem, hát én lehet, hogy defektes vagyok, vagy furcsán gondolkodó, nem lehet kárpótolni az embereket, legalábbis engem nem tud. Tehát, hogyha beszélgetek így emberekkel, így telefonon, vagy videócseten, mindig az a vágy fog egy de jó lenne megölelni, és kettőt jó cuppantósat oda nyomni az orcájára, és pocintani, és hátba veregetni. Tehát, na, szóval igen. Én nagyon várom, hogy jön el az az időszak, hogy már így egymást tudjuk ömöszölni és taperolni. Igen, egy nagy taperolás partit fogunk tartani, egyből az első alkalom, amikor fogunk találkozni, úgyhogy erről mindenféleképpen fogunk fotókat készíteni, és erről beszámolunk a kedves nézőknek. Úgyhogy Gyöngyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, vigyázzatok nagyon magatokra, találjatok ki túlélési stratégiát, és szeretnélek minél hamarabb látni izmosan, fitten, úgy, ahogy mondtad, és testileg, lelkileg megfrissülve és egészségesen túlélve ezt a borzasztó pandém vegetációt, amiben most vagyunk. Jó, köszönöm szépen! Szia! Én is köszönöm. Puszilla! És a nézőket is! Eltudom a nézőknek, puszilja önöket, puszilja titeket a Gyöngyi. Ez volt a Karant Mi ma este. Legközelebb ezzel a műsorral, vagy ezzel a bejelentkezéssel kedden este 7 órakor fogunk találkozni. Holnap reggel pedig 11 órakor Karanténkukták lesz. Élő színházi különkiadás. Úgyhogy legyetek velünk, és holnap este 7 óra 7 perckor pedig a Ken Ludwignak a Hajszál ilyen Hollywood című előadását a színházunk 2017-ben mutatta be. Ezt fogjuk itt megosztani veletek, tehát holnap este 19 óra 7 perckor. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Jó estét, jó éjszakát, nagyon vigyázzatok magatokra.